vele mi van? A rajtot követett agyvérzést kapott. Aha, ő úgy el van. Legelget. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én vagyok. Én pedig Kaci. És ez itt a Fun with Geeks. Ez a két csodálatos ember pedig Magyarország legjobb társasos csatornáját csinálja. Vagy második, valahol. Ott vannak a top 3-ban, ott vannak a top 3-ban. A Mit játszunk csatornáról. Zoli és Rita, sziasztok drágák. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek újfent. Nagyon rég voltatok. Igen. Az új stúdióban még egyáltalán. Még nem. Írtó szép. Mi történt veletek azóta? Te jó Isten. Fú, győzünk tartalmat csinálni, rengeteget játszunk, nagyon szeretünk játszani továbbra is, és... Volt a pikniknünk, amikor voltál, te is? Igen, az nagyon igen, jó, igen. Volt. Te is észrevetted, hogy nem a gyerekkel kezdték? Mm. Yeah. Van gyerekünk is tényleg. Igen, van. Igen, csodálatos két éves csoda. Aki... Nem, van egy nagyon cukoros fiúk. Nem, van egy nagyon cukoros. Ja, igen, persze, oké, meg van, akkor fú. Nem, ő teljesen jól van egyébként. Erről azért is nem meséltünk. Gyanús volt, hogy mostanában rengeteget játszunk. Igen, de ez megvan még. Ebben rögtön illik vele. Hol is van? Szíve, hol van? A buszon megvan, mert úgy gyanús. Nem, nagy is, nagy, nagy, nagyon nagy is segítségre vagyunk most. A Mama utána. Hotelben? Mama Hotelben, így van. Imádom a mamával lenni. Igen. Sőt, olyannyira, hogyha nincs sokáig mama, akkor rám néz és mondja, hogy mama. És akkor mondom ki, ó, bocsánat. Lesz, hogy intézkedni van. Ne haragudj, hogy felobom épp az életemet, érted? Bocsáss meg, tényleg, bocsánat. Dumál, fantasztikus, most éppen a futó biciklit avatja föl. Igen. Fantasztikus, hogy a három kerékről két kerékre váltott, és most csapat. Két kerékkel? Komolyan? Harapja az utat két éves. Futó biciklivel úgy csapat. Két éves. Uh-huh. Hogy repül az idő? Reggel ilyeneket mond nekem, hogy aludtam, sokat álmodtam, ágyikóban. Igen. Rékának meg ilyet mond, hogy nem kicsi... Na, adom, tegnap bementem hozzá, és rám nézett, és azt mondta, nem vagyok kicsi indián. És mondtam, hogy oké, bubu, akkor mi vagy, ha nem indián? És mondta, hogy kicsi tündér. És mondtam neki, oké. Légy tündér, légy, ami akarsz. Most a kis tündért éli. Ennyi. Zseniális. Ennyi. Jól vagyunk, köszönjük szépen. A csatorna az jól megy, azt látom, hogy nő, meg ott vagytok mindenhol. Magazininterjúk, rádióinterjúk. Úgyhogy, na, ha fele így csinálnánk. Hát mi csak tanulunk tőletek, mi csak bámulunk. Én még nem adtam interjút. Miért nem? Ha csináljunk veled egy interjút, Dave? Ne. Egy csomó olyan kérdés van, amire őszintén válaszolnék. Ez nem tenne jót a csatornának. Szia, anya! Igen, és? Nagyon vártam. Annyira jó, mert valamelyik nap beszélgettük Zolival, hogy milyen párbeszéd, nagyon fáradtak voltunk már elalvás előtt, és csak így ültünk, és elképzeltünk szituációkat, amik játékboltban lehetnek a Zoli játékaival kapcsolatban, és a későbbiekkel kapcsolatban, és mondtuk, hogy ilyesmit lehetnek, hogy bemegy egy ember, és megkérdezi, igen, van, nem. Nem, nem, van, nincs. Igen, és... Igen, és? És így semmi értelme van az egésznek. Ó, igen, na az van. Ó, igen. Igen, a szexpakli, igen. A szexpakli. Szexpakli. A royalty. A szexpakli. Hogy jegyezzem meg csendben. Ha nem láttátok volna azt a videót, ugye Zoli barátunk, illetve ketten. Hát, főleg Zoli. Főleg Zoli, de támogat, az nagyon fontos. Fejlesztett egy játékot, egy kommunikációs játékot Igen néven, amit ott meg tudtok nézni, mert hogy fel is vettünk belőle egy epizódot, és kurva jó. Nettó 25 óránk biztos, hogy van benne különböző társaságokat. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon élvezzük, és ennek jön, hát hívjuk második résznek igazából. Igen. Hívhatjuk második résznek. Önálló játszható folytatás. Aha, egy... önállóan játszható kiegészítő. Igazából önmagában is játszható, meg kiegészítő. Standalone expansion. Alapnak, nagyon szép.
Ja. Nagyon szép. Igen, és néven szeptemberben fog megjelenni, hogyha jól tudom. Hamarosan. Ez most van. Igen. Igazából. Én tudom. Konkrétan két héten belül. Igen. Sőt, amikor ezt a videót látjátok, akkor nagyon simán lehet, hogy már megjelent. Ahogy mi vagy. Gyerekek, nézzetek rá a naptárra. Ha nem szeptember van, akkor már megjelent. Jó? Ennyi. Ha augusztus viszont... van, rég megjelent. Nem! Nincs most augusztus! Nem! Bulcsiban ül! Nincs augusztus, jó? Szeptember van. Hányadika van? 17. Szeptember. 2019, jó? Az nincs fontos. Tessék kussolni. A mai népszavát azért hozzá biztos. Mai népszavát. Na, de sajnos nem ezzel a játékkal fogunk játszani, mert nem érez minket annyira fontosnak, hanem egy régi klasszikusnak az újrakiadása fog terítékre kerülni ma, a Camel Up, amiről kiderült, hogy nem Camel Cup, hanem Camel Up. Camel Up. Úgyhogy azt hiszem, mi mondtuk jól. Mint kiderült. A Camel Upot ugye kiadták újra, van benne egy... marginális szabálymódosítás, meg rengeteg pözáz. Pözáznak hívjuk azokat a dolgokat, amik semmit nem adnak hozzá valamihez, csak szépen. Mint a Cold Express-en a kis kaktuszok. A kis kaktuszok. Az annyira flow. Én imádom. Én is szeretem. Azóta én is, hogy egyszer 4 percig kerestem a szabályban, hogy és ezeket... Ez zseniális. Szép. Igen, ja. Na már most, a szabályról ott tessék majd érdeklődni, mert hogy oda kiraktunk egy videót nektek, abból meg fogjátok tudni tanulni, de itt természetesen, ahogy azt már valószínűleg megszokhattátok, play by play azért elmondjuk, hogy mi és miért fog történni. Így. Az, hogy ez megtörténhessen, Zoli kezd. Kezdek én? Hivatalosan a legfiatalabb játékos kezd. Biztos? Nem tudom, én 30 vagyok, ti. Akkor én, mert én vagyok 29. Mi van? Tényleg? Bizony. Ez még csak egy kis chipszar. Jaj, nem áll! Hát én meg 32. Akkor egy idősek vagyunk tökre. Nem, mert ez csak 30. Ja, Istenem, de ez majdnem ugyanaz. Ez a 33-ammal úgy... Bácsi. Bácsi. Számból. Játékos a könyvben 4 dolog közül tudom választani. Az egyik, hogy elvesz egy ilyen jelölőt, és utána dob. Ezt egy szakaszban összesen 5-ször fogjuk tudni megjátszani. A trükk az, hogy 6 kocka van a piramisban, úgyhogy valamelyik teve nem lép, és van 2 teve, tehát egy dobókocka mozgat, az pedig fordítva mozog a pályán, és komoly bonyodalmakat okozhat. Én ezt fogom csinálni. Igen? Yes. Elveszel egyet. Az majd a kör végén neked egy pénz. Úgy. 2 lép a kék teve. A kék teve el. Na ez nagyon jó. Na ez az. Na most ez semmit nem jelent. Várja, ezt ide rakjuk. Hát az, ez jót jelent az, hogy a kék lépet. Igen? Ugye még azt is lehet csinálni, hogy tippelsz a körödben. A szakaszra ezzel tudsz fogadni. Kinyerj össze. Ha ide teszel a lapod, az a játék végi fogadás. Az, hogy a szakasz, az azt jelenti, hogy... Amikor az 5. dobókocka kiplöttyen? Igen. Vagy még be lehet tenni ilyen... Yeah, én is azt fogom csinálni, hogy elveszek egyet. A kék oly biztos nem. Nem igaz. 1. Isten. A lila egyet fog lépni. Az egy torony. Feltudod a kis izére. Mi az? Az a érdekes, hogy ha például most a zöld lép 2-t, akkor a lila van első helyen. Hát eléggé. Az az igazság, hogy ez még így semmi, úgyhogy én is elkezdem ezt. Mi az, hogy semmi? Hát már még nem lehet tudni, mert mindjárt ráugrik a sárga, a zöld, tehát nem. Nem, mert a piros az egyet, zseniálisan dobunk, gyerekek. Nagyon örülök, hogy ez nem egy RPG. Mivel 3-nál többet nem tudunk dobni. Nem lehet 3-nál többet dobni? Azt hittem, hogy ez egy D6, nem? Nem. 6 oldalú, csak nem
hatig számozott, 1, 2, 3. Ez nagyon szere. Fontos információ, mert én szarnak ítéltem a kettőt. A kettő az olyan sűvítés, hogy kikezdi a mellét a szél. Ezek látom, hogy igen, az alpakkák nem mozdulnak. Nem igaz. Ilyen ki tudja. Jó. Zoli. Mert hogy az alpakkák a retardált tevék, akik a másik irányba mennek. Azok ezek. Igen. Annyira imádom az alpakkákat. Igen. Szerinted a kék? Szerintem a zöld. Most elvettél egy szavazót? Most komolyan? Már elkezdtetek bele csapni. Szerintem a zöld megveri a kéket. Szerinted a zöld megveri a kéket? Szerintem igen. Nekem volt egy boszorkányos megérzésem a játék elején. Az a baj, sárga hogy... sárga fog nyerni. De. Miért? Ugye? Ez volt az. Ez. Van esély. Lehet, hogy nem az a helyzet, hogy... Nyersz vagy nyersz? Hát de... még kettőt lehet dobni. Ez ideugrik és nyert. Én már csak körbe megy és nyert. De annyit már nem fog úrani semmi a végén a világon. Tudom. Ez a sárga még nyerhet. A sárga nyerhet még. Igen, köszönöm, Katja. De nem fog, mert a zöld fog. Ne. Az a baj, lényeg, hogy a zöld lépjen elébb is. Az a baj, hogy én sem tudom. Én sem tudom, hogy ez hogy lesz. A... Ugyanannyi van minden számból a kockákon? Azt mondom igen. Én is, hogy a zöld fog nyerni. Zöld? Én a zöld. Egyébként a pirosnak is van esélye, de én most még nem kezdek el. A pirosnak szabadni. Nincs esélye. Dehogy nem. Így van. Én megyek tovább, dobok a kockával. Oda nézzél. Zöldet kéne kettőt! Igen! Hát ez kész, a sárga az lemaradt. Jó. Ez csodálat. Tudod, hogy hívom? Konfetti, úgy, ha! Persze, nézd meg, de hogy ide hívod őket, és akkor lecsalja neki, érted? Végre! Parancsolj, megnyerte. Na. Az a baj, nem ebbe az irányba kedven elindulni. Mindegy, második, az mindig egy. Nálad mennyi a második? Ez egy. Semmi nem tesz boldogabbá, mint ez, hogy egy. Csicska te van. Csicska te van. Ez nagyon szomorú. Tehát, nehogy szomorú. Akinek... Jóha, nem kell a szar! Vedd el a fostos pénzedet! És egy pénz minden ilyen után. Én azért vagyok nagyon azért örülök nagyon, mert így is kapok kettőt, és nem vesztettem. Én is kapok kettőt, és nem vesztettem. Jó, nem kell felvárni. Ezt visszarakjuk? Igen, és sorrendben. Jó. A hatalmas nagy kedvencünk Rékával, a Csenedet családi játék a Las Vegas. Úgyhogy az a felütése a játéknak, Rüdiger Dorn játék, hogy alapvetően kaszinós játék, egy csomó szerencse van benne, de veszíteni nem tudsz mert. És hogy itt is hasonló a családi alapvető működés, hogy nagy bukás nem lesz. Hát nem. De, te voltál az utolsó? Nem, te. Én gurítottam, úgyhogy te jöttet. Aképpen soron következne. Jó, így van. Szóval ez volt egy szakasz a játékból, ebből fogunk játszani. Annyit, hogy beérjen valaki. Amíg a sárga nyer. De addig nem érünk rá. Hát ez... Én bevallom, hogy lehet, hogy rossz volt az első megérzésem, és nem a sárga fényel. Biztos? Én nagyon sajnálom, hogy nem rögzítettük azt, hogy elmondtad, hogy készen öltük a vereségre. Már megmondtam, hogy mi fog jönni. Láttam magamat, ezt a Pokémon Dumát a készül harcra a kudarcra. Igen. Egyesített hatalmatokból így lett. Ebből többet is elvehetek akár, ugye? De minek? Igen. Mármint, hogy igen. Ez esetben nem a zöld. De bíztok ebbe a zöld tevébe, de bíztok benne. Nagyot megy a zöld. Én megyek. Na jó. Sárga. Szürke. A zölddel egyet. Figyeljétek meg, a sárga fog. Mondtam! Hát mondom! 1, 2, 3. Jó, még a zöld még nyerhet. Csak az a baj, most már nem fog menni. Jaj, bocsánat, mindig semmi, elfelejtem, hogy oda kell rakni. Hát, ez mindent megváltoztat. Ez mindent most megváltoztat. Attól félek, hogy valamelyik nyomorult tevével a nyakára ugrotok, és akkor beszorulsz szegény. Be bizony. A pirossal. Én is ezzel félek. Ugorjtál a nyakára a pirossal. Hát ez az. Én ezzel gondolkozom. Mert lehet, hogy most a zöld kocka kerül ki, lép kettőt, és utána rögtön a nyakára lépnek. Hát igen. Minden lehet. De a zöld nem. A zöld az utolsó kocka lesz, amikor... Tudjátok? A sárga alig ha fogja ezt meg. Tehát a sárga egészen biztos, hogy nem nyeri meg ezt a szakaszt. De, mert most a kékkel lépsz 3-at. Igen. Akkor megnyerheti a sárga. Ugye? Köszönöm a bizalmat a sárga tevében. Na, most én vagyok! Halló! Én jövök. Igen? Én magam jövök.
csak még hezitálok. De nagyon jó, hogy tudod, hogy mit akarsz csinálni. Jó, járvon misztikán nem szoktál ennyi gondolkodni. Jó, hagyjál már. Várjál. Én bízom abban, hogy... Azért, mert arra van kihatása. Itt nagyon, nagyon kevés. Nagyon kevés. Azért én azt ajánlom, hogy vedd el a kéket. Miért? Mert azt javaslom. De nem, én a sárgát veszem, mert én benne bízom. Kész. Nagyon helyes, mert a kék az biztos, hogy nem jel. Na, a szopasd be gyorsan, Kacit. Gyerünk. Na, elindulunk. Kettőt lép a fekete. Fekete alkalmat. Remek. András? Én jobb szeretem ebben a változatban ezt a, hát nem annyira stílusos a műanyag piramis, de mindenképpen tartósabb. Láttam már 10 plusz part is, Cabell Cup partit, Cabell Up partit, rozzant piramissal, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés. Igen, ezt akartam mondani, papír, hogy, papír, hogy ilyen vastag karton. Igen. Hát, ami egy ilyen gumival megerősítve. Igen. Ahol vannak gyerekek a családban. Ó, tényleg ilyen opció is van? Én ezt fogom letenni. Hoppá, akadályozol? És ezt most bárhova tehetem. Ahol nincs tele. Igen. Bármilyen oldal. Csak a tevére rá nem lehet, mert ott... Tehát például dönthetsz úgy, folyamás, hogy leteszed a mínusz egyest magadnak a zöldet szivatva. Vagy nem. Vagy... Leteszem a mínusz egyest ide. Ó. Oh. Mostantól kezdve többiek is letehetnek ilyet. A szakasz végig, mm-hmm, és minden alkalommal, amikor az hatással van a játékra, akkor kapsz egy pénzt. Ez jó. Ez egy pici-pici kis motor, amit elkezd dolgozni, lehet, hogy hatással lesz a játékra, lehet, hogy nem. Látom, hogy jár az agyar. Nagyon! Fogalmam sincs. Beindult. Szóval, ha mondjuk elvennék még egy zöldet, ilyen szavazósat a szakaszra, akkor ha nem mind a kettő. Ha a zöldje. A lila lép kettőt, és egyet vissza. Mondtam, hogy rá fogtok hágni a sárga nyakára. Köszönöm, Dávid. Nagyon szívesen. És egyet elveszek ebből. Hát most nekem sem nagyon van értelme más csinálnom, mint ezt. Lássuk. De melyik a piros a fejetekre ugrik? 3. Oda nézzél. 1, 2, 3. Elhúzott a zöldtele. Hűzoltán, ez nagyon bátor. Ebben nem egészen biztos, hogy több jelet is lehet, de játszunk, hogy több jelet is lehet. És ugye bármikor lehet szavazni a játék közben arra, hogy ki lesz a legvagányabb teve, meg igen, ki lesz a legbénzsóbb teve. Hát az is egy akció. Azt a saját kártyáinkból tudjuk kiválasztani. Én a szép indiai leányzó vagyok, és akkor nekem is itt vannak a lap lehetőségek, bár mondjuk nem évök, de most elgondolkodtam, hogy betippelem a zöldet. Szerintem zárjuk ezt rövidre, Dávid. Na. De hadd csináljak már még egy dolgot. Majd ezzel kell. A kékkel léphet. Azt a rohadt életben. Ne. 1, 2, 3. Ennyi. És így szopod be, és ezt érdemled, és semmi más tüzed a földön. Zárjuk ezt rövidre, fogyatékos. Imádtam, hagyjatok. Zseniális. De hogy 3 tevével lép. De mennyi volt ennek az esélye? 50-50, vagy bejön, vagy nem. Hát, ugye ki a piros kockó volt benne, mert ez. És de az... hogy 3-at, tehát nagyon 10% esély. Kérdeznám, hogy írjátok meg kommentben, hogy a két kocka van bent, és az egyiken volt egy harmad esély, hogy jó, mivel ezért kapok egy pénzt, ezért bukok egy pénzt, úgyhogy ez... Én kapok 2-t. Hát én is. A rohadt életben. A sárga ugyan nem nyert, de második. Mondanám, hogy és azért fel is kapsz egyet. Igen, azért 2-t, köszönöm. Sajnálom. Itt a money. Magammal is alaposan. Kibabrál? A karma, mert oda tetted a hátrát. Ja, ez visszajött. Azt visszakapom. Ja? Azt visszakapom. Igen. Aha. Újra próbálkozom. És én jövök. Így van. Ön jön. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy szavazni ja szeretnék. Nézd oda! Szerinted a fehér? Csak nem a pirosra. Te egy igazi rejtély. Egy rejtély ember vagyok? Misztériós. Hát én arra gondoltam, hogy mivel hogy máshogy nem nagyon kérdezik pénz. Csak mindig 2-t, mert dobok 2-t, és aztán utána rosszul tippelek. Nem olyan rossz az egyébként. Menjünk. 1. A pirossal ennyit szabad mozogni. És... Vajon mit tettél oda? Hát jó. Én, de a kéket. Igazából a zöldet, mert az kaci fagyatékos tevéje.
Állítólag a fehér tevék a leggyorsabbak élőben. Egyébként. Ó! Zoli. András. Nézd már! Így tudom elrontani a tiédet is. Mert? Hát, hogy oda rakom ugyanazt, és elzsinkszel. Ja! Hát. Jaj, az embernek így kell választani el barátokat valójában. Én most rájöttem egy csodálatos dologra, hogy ugye mindegyikből csak egy van, ugye, hogy ne tudjál szavazni véletlenül se arra, egy, hogy kettő, a legrosszabb és legjobb ugyanaz. És plusz egy. És kapsz egy. Plusz egy. Ott megy a sárga. A kutya úristen itt neki. Megy a sárga, vereti. Szóval én mondtam. Alig várom, hogy felüljön erre, és elkezdjem vissza vele menni. Ha ez megtörténik. Jaj, fonyítani fogok, és megnyeri a piros, mert szépen lassan a fekete mindegyiket viszi tovább. Az no, de kár, hogy hülyeség. Nem igaz! Én nagyon szeretem ezt a játékot, szerintem. Nagyon, nagyon, én is nagyon, szeretem nagyon ezt a játékot. Nagyon vicces játékot. Nagyon vicces. Elveszem én is ezt a világ. És ez a legjobb itt. De igen. Kell a feelinghez. Nem. De... Oda be tudsz menni a kis tevéddel. Komolyan? Hát nem tudom, ez mire van ez a járat. Olyan. Aki rájött, írja. A 3D effekt. Ja, értem. Ja, hogy az, úgy hajtódik. Az erdő effekt. Ó, elfelejtettem elvenni. Most dobsz. Ügyesen. Kevesen tudják, hogy például ez a játék egy nagy egerspül vezetőségi váltás eredménye. Történt egy igazgató váltás, és egy új stílust vezettek be a kiadónál. Új logót kapott, új dizájnt, új megközelítést, és azt mondták, hogy oké, akkor elkezdünk 21. századibbak lenni. Egyik kedvenc kiadóm egyébként az egerspül. Fantasztikus játékaik vannak. Ilyen family barát. A Great Western Trail felületes. Én elveszem ezt. A kiket? Ez most komoly? Aha. Abban bízol? Abban bízok, hogy valaki vagy a zöldet, vagy a kéket kettőre fogja léptetni még ebben a játékban. Egyébként úgyhogy csináld, kérlek. Én viszont lehet, hogy elveszem a lilát, most ezen gondolkozom. Lehet, hogy nem. Most ez egy jó hosszú kör. De... Dobjál. Várjál, még gondolkodom. Dobjál. Nem. De lepusolj. Lepusolj. Szerintem dobj. Én a helyedbe dobnék. 10-ből 9 fogorvos dobna. Elveszem a lilát, bár elég kaki eredményt ad, de ja, csak egy pénzt. Ezt most komolyan áttetted. Nincs más hátra, 3-at kell lépni. Nem történt semmi baj, ugyanott vagyunk, 3-at kell lépni. Teljesen diszkomfortos lesz nekem ez a szék, hogyha valamelyik 3-at dob. Tehát pont az jön ki, és pont 3-at sikerül dobni velem. Igen. Ez egy sorsfordító pillanat, Kaci. Hát én is a Dilára fogadtam igazából, úgyhogy nekem jó, a Lila megy. Nekem is. Most éppen. A két pénzzel. Az a kérdés... Hoppá! Ez még egyébként simán lehet, hogy több hülyeség, amit beraktam, és még rakhatok másikat is. Minden egyes nem jó ért, az mínusz egy, de az nagyobb büntetés, hogy az ott lévő lapot nem szedheted ki. Igen. És nem teheted át máshova. Hát de mondjuk, igen. Tehát az ott lévő lap beszorul. Ja. Na nem, guríts egyet. Én gurítok. Hármas kell ezekkel, ugye? Védj el egy. Hajrá, Lila, te van. Gyertek, srácok. A lila egy ez azért jó, mert végre leszállt a sárgának a nyakáról. És a következő fordulóban a sárga adom. Így behozza. Majd mennyi pénzed van? Sok! 10! 11! Én elég szar vagyok ebben a játékban. Bocsánat. Ez most te voltál a lila? Igen. Na jó, akkor... Mennyi pénzed van? Én a lilára szavaztam. Mennyi pénzed van, megveszem. Az. Igazából... Kell a pénz lóvére? Ugye a sárga már nem fog menni, mindegy dobok, hát... Dobok. Plutty. Kék kettes. Ah. És pont bejött volna az, amit akartam. De... Hogyha nem vagy egy rohadék. Ezzel... Én nem játszom, én nyerek. Oh! Ide a Thug Life Glasses jöhet majd.
Igen. Én nem dolgozom, én pénzt keresek. Uha. Így. Mifelénk? Aha. Na most... Ez a fekete tevez. Egy, kettő, és még egy. És kapok egy pénzt. Nem tudtok leszállni arról a tevéről. És ilyenkor nem... Nem. Az iránya mindig megmarad a tevének. Azt értem, csak hogy a, most a fekete van a sárga hátán, és a, nem lesz fordítva. A sárga most a második. Uh-huh. Ő egy ilyen bonyolító tényező, ami elkezd visszafelemérni. Uh-huh. Tehát hogy ez most nem a fehér az első. Értem, csak hogy a fekete, hogy aki szembe megy, az nem csúszik be alá annak, aki szembe jön, hogy azonnal tudja. A lépő mindig felülre. Mindig felülre megy, jó. Én ezt vizuálisan úgy képzelem, hogy így nagyon retteg, és így rákozik a tetejére. Egy kicsit. Kapjuk meg azt, ami jár. Hát ezek az alapokat kapok. Ötöt. Én hatot. Kettőt. Én kettőt. Miért hatot? Csak egy négy pénzt kapok. Meg egy. Hát az úgy hat. Lehet, hogy miért? Beváltam. Azt a. Ha kell költözni, szóljatok. Én kettőt kérhetek? Ne adjatok neki. Ne adjatok neki. Adjatok. Hiszem, ne, adjatok már kettőt, létszik, hadd ne nyúljak már odáig. Ja, hogy kell. Nem örülök. Azt hittem nem jár. Nem akarod beváltani? Nem. Miért kapták ezt? Ja, két. Igen. Srácok, van 50-es váltó. Mindig ez van. Mindig ez van? Mindig. És nem gondoltál, hogy más párt keresel? Nem. Nem. Biztos? Nem gondoltam rá, hogy nagyon szeretem. Csak nem, semmi. Nagyon szeretem, de mindig nyer. Az a baj. Nem tudom. Mi azért leszopadtuk egymást. Az a játékokban. Igen. No. Na. Vagyok a piramis felelős. Jó. Te csak a bank vagy. Jó. Oké. Én jövök. Te jössz. Igen. Csapasd. A zöld teve kicsit, mintha elanyátlanodott volna a végén. Még az is lehet, hogy ő lesz a legjobb. High risk, high reward, azt mondják. Bármi is lehet ebben. Ebből bármi lehet. De most a sárga... Hát, én még mindig bízom benne az igazság. Mit csináltál? Ilyen nem is én jövök. Figyelni kéne. Mit csináltál? Figyelni kéne. Mit csinál? Nem mondom. Majd megnézhetitek a videóban, októberben. Szavaztam. A nyertesre. Én pedig elveszem a sárgát, mert töretlenül bízom a sárga győzelmében. Kár. Kész. Mit csináltok? Aztán nekem is lassan szavazni kéne le egy ilyen guszabb tevére, ami tök egyértelmű, hogy melyik. A mínusz egyes oldalával oda tennét kérlek? Ez nem egy szimpatikus rác. Nem. Nézd meg keresztbe, tesz. Nézd meg. Nem bírja elviselni. Ne taktikázz túl, Dárny Gurics. Oké. Jó, hát egy... Miért nem kussolsz? Hatalmas rizikót vállalok. Te mindegyiket beszavazod vesztesnek. Persze. Ez most hey. Nem volt? Mit csináltok? Kutya úristen, neki már! Hé! Gólt, te meg ding-ding. Az ott marad. Ding-ding. Hát ennek nem örülök. Vegyél, elvettél ilyet? Nem. Lesz. Köszönöm. És kaptál egy pénzt azért. Azonnal. Az megmondj már, hogy 8-at keresett azon, hogy lerakta ezeket a szarokat? Én folyamatosan elfelejtem, hogy van egy ilyenem. Belém él egy vám. Én élek a lehetőségekkel. Tehát, ja, nem kell a lehetőségek ismerete fél siker. Nem kell a szar. Mindent értünk. Sárgával dobjál egyet? Igen, nem egyet. Ki jön? Én, nekem kell. Nehogy kettőt. Azt csináltam, a sárgával kettőt. Megölöm magam. Elvetted a sárgát. Bizalma vagyon a sárgában, ugye? Ennyi. Megfertőztem. Sárga. Remélem a fejére áll a kép, nem a zöld. Nem már, most hova jön a... Még a fekete elviheti a zöldet. Remélem elviszi. Vigyel a feketét. Na! Nem már! Ez az! Ez az! Istenem, nekem is! Ez! Elmegy! Sárga, így bemegy. Figyeljétek, és megmondtam, hogy így lesz. Hú, még ott is fekete, és a fekete elvisz. A zöld is elviszi egy kínos magam! De komolyan elfogom sírni magam! Ennek így kell történnie,
konkrétan. Jaj, nagyon jó. Ez most ki volt? Jó, mi van? Dávid elvette. Ja. Jó. Úgyhogy te jössz. Évök. Úristen, nagyon jó. Itt már csak az segít, ha... Feketén, kérlek, feketét. Feketét. Komolyan! Imádom! És nem, megint nem én jövök! Te dobod ezeket, azt meg is elveszik azokat, hogy pontot érjen! Pocsi! Én már nem tudom elvenni. Nem. Miért nem veszed el az ötöst? Hölgyeim és uraim! Na vajon! A fekete menjen hátra! A fekete hármat! Fekete hátra! Fekete hátra! Hátra! Nem! Nagyon vicces az a játék. Hát jó. Mi? A zöld második lett? Igen. Hát igen. Akkor azért az kapok egyet, azért bukok egyet, akkor egyet fogok. A sárgával meg vesztek egyet, mínusz. Én is vesztek a sárgával is, meg a lilával is. Még jó, hogy hittél nekem, nem? Igen, bassza meg. Viszont a zöldért kapok egyet, úgyhogy egyet befizetek. Jó kör volt. Ez jó, hogy meg kapok kettőt, de egyet vesztek, szóval kapok egyet. Hatalmas tempókban haladok előre. Se. Fú, de jó az érték. Soha nem irigyeltem még így a piros tevét. Esküszöm. De tényleg vele mi van? A rajtot követett agyvérzést kapott. Aha, úgy el van. Legelget. No. Dávid, a fekete induljon el. De mit csináljak? Semmi közöm hozzá. Látod, még 6 pénzem van az egész szarban. Te vagy a piramis mester, csinálj valamit. Én csak szopatom magam. Ennyit csináltam ebben a körben. Jó, a feketével menjél vissza. Elviszem a kéket. Na, remélem, hogy elviszi hátra. Annyira remélem. Aha. Serious? Mi az elején? Én elvitetem a... Várjál? Serious? Hármat a lilával. Isteni lenne. És az egészet minne... Én nem bírom ezt a stresszt, úgyhogy nekem tudnom kell, hogy mi lesz. Fekete hátra! Nem, apu! Ezt rábeszélted a terület. Azt a rohadt! Befog menni a kép. Azt mondjál, Istenit. Réka voltál? Ez volt a te? Hát sajnos. Azt kell mondjam. És ott van az a kurva fekete. Tehát... Hát, időzített bomba, tik-tak-tik-tak-tik-tak. Középen. Fúha. Hát erre senki nem számított, azt kell, hogy mondjam. Uha, számoljunk egy kicsit. Kiment a lila. Tehát a lila biztos. Hát ez ott marad. A feketével vissza lehet léptetni a zöldet és a kéket. Még nyerhet a sárga. És nyerhet a sárga. Igen. A sárga nyer a végén. Ha a sárga nyer. Lelőjük a csatornát. Mármint a tieteket. Na. Nagyon sok munkát volt, de nagyon szeretjük. Előbb a tevét. A tevét. A sárga teve. Na? Fakutya. De most már ilyet csatok letenni normális helyre, baze? Hát. Dehogy nem, parancsolj. Oda néz, elkezdett a hit emelkedni a sárga tevében. Na, én nem akarom, hogy bármelyikötök bármit csináljon. Úgyhogy... Piros. Fekete hátra. A fehér egyet. Hát? A fehér egyet. Ez azt jelenti, hogy biztosan a kék fog nyerni. Így van. Nem biztos. Réka? De. Miért? Mert fekete nem léphet. Bakker, tényleg. Réka? Ez esetben... Most én kékem már ott volt. Most már? Komolyan? Játék harmadán elberaktad oda a kéket, zseniális. Nem, a lilát raktam be először, és az előző kör végén raktam be. És itt az egyet mindenkit megkapod, ha oda rakod? Itt, ha stimmel, hogyha nem jutsz el az egyig, mert az első helyes kap 8-at, a második helyes 5-öt, a harmadik helyes 3-at. Tehát a négy játékos esetén nagy valószínűséggel minimum egyet fogsz kapni. Uh-huh. Hát viszont nagy... minden egyes ír, ami nem stimmel, az minusz egy. Hát igen. Hát jó. Az a legnagyobb problémám, hogy már hogy csináljak még pontot? Esetleg úgy, hogy dobsz a kockára, én elveszem ezt, igen. Vagy el tudod venni a kettes kéket. Vagy ezt nem lehet többet elvenni? Most úgy érzik, hogy lehet. Nem vettem el. De egyébként nem. Mert a kéket.
Akkor az biztos, biztos két, pont. Az tud két pont. Igen, igen, annak több értelme van. Hát jó. És itt még Zolinak is lesz. És még Zolinak is lesz. És mivel te kezdtél? Nem? Pirossal gudítsa létszer. A zöld el hármat! Hát... Ott a vége! Játék vége. Zöld lett a második. A számít? Már olyan sokat. Először is nézzük meg a szakaszt, és miután megnéztük a szakaszt, lepontozzuk a szakaszt, utána nézzük meg a nyűzők életet. Hát a kék nyert. What a twist! Huszonegy. Mondd be büszkén és hangosan. Mindegy, nem számít. 19-et számolok innen. Látod ezt? Ez mennyi? 31. Jó, hát ez nem annyi a lemaradás, mint... Na mindegy, én azt érzem, hogy, hogy ahhoz képest, hogy milyen ügyesen tippelgettem, Júli, jó voltál. Borzalmas. Nem, itt végig borzalmas. De ezt nem egyszer csak. Mert csak tehát a szerencsém az beszopat folyamatosan. Hmm. És tehát tényleg mennyi esély volt arra, hogy... Nem mondhatom oda, hogy a játék remény, tényleg izguljak és szorítsak műanyag darabokért. Tehát, és a játékot tényleg szurkolok, mert tétje van. És fantasztikus, hogy nem saját tevén van. Sokszor mutatom a játékot, akkor így melyik az én tevém? Amiket szeretnéd, és játék közben döntöd el, hogy melyik tevér szurkolsz, és tök izgalmas, amikor itt van egy pici szövetség, akkor ölünk egymásnak, akkor beteszek valamit, ami mindenki szíva, csak engem nem, tehát egy csomó tök izgalmas dolog van. Nagyon-nagyon szórakoztató játék. Nagyon-nagyon szerettem én is az eredeti verzióját is, megmondom őszintén, hogy nem ad ez annyira nagyon-nagyon sokat hozzá az egészhez. Ennek a minősége nagyon tetszik. És hát. Az tök indulatlan. De és hát klizantrén a pálmafa. Engem mindig lenyűgözött az, hogy valaki kiszámolta azt, hogy ha összehajt valamit, akkor az hogy igen. Tud majd széthajolni ugyanúgy. Tehát, hogy belőlem ez a skill teljes egészében hiányzik. Volt egy mesekönyvek az alapozó. Igen, azokat nagyon szerettem. És volt, ami egymásba akadt és kiszakadt. A gagyibak. Amikor nem számolták ki ügyesen. True gyerek. Amiket én csináltam. Miért csináltál ilyesmi? Dehogy. Milyen szép sztori lett volna. Igen. Szép szívhez szóló történet lenne, ha nem lenne hazugság. Köszönjük, Dávid. Emelted a lelkünket az ég felé. Ezzel a történettel. Így. Jó van, na. Ez szép. Kicsit pozitívabb módon akartam ezt befejezni, de akkor mindig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok nektek, mert különösen nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A Mit játszunk csatorna a leírásban, illetve ott fent is mindenképpen érdemes átkattintani, mert ők egy egész más oldalról fogják meg ezt a társasjátékos hobbi dolgot, mint mi, de ők is a szórakozás vonaláról érkeznek, és ezért állnak. Ezért is! Állnak olyan közel a szívünkhöz. Úgyhogy mindenképpen kattintsatok át, mert tényleg baromi jó tartalmat csinálnak. Úgyhogy, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogy itt voltatok, meg hogy csináljuk. Hogy csináljátok ezt az egészet. Köszönjük, hogy csináljátok a célunk közös. Népszerűsítjük a társasjátékot. Ennyi. Játszunk még egyet? Játszunk még egyet. Játszunk még egyet. Szervusztok, kattintsák! Sziasztok!